A következő percekben Magyarország legszebb Betlehemének tervezőjével beszélgetek, Bertus Barcza Anikó képzőművésszel. Advent első vasárnapján avatták fel már nem csak a terveket, hanem a kész remek művet. Mégis egy kicsit beszélgessünk arról, hogy mi inspirált a tervek készítésekor. Amikor megtaláltam ezt a pályázatot, akkor elsőként az jutott eszembe, hogy mivel kiírás szerint kellett valamiféle helyi, vagy néprajzi, vagy kulturális jellegű elemet is felhasználni, hogy azért mégis a helyi szimbólumok, illetve kulturális értékek megjelenjenek. Mivel a városuk nagyon meghatározó eleme az, hogy Makovecz Imrének nagyon sok épülete elevenedett itt meg, hogy egy makoveci környezetbe képzeltem el, tehát már a hely is adta gyakorlatilag a hely szellemét, és makovec ihletésű építészeti elemeket terveztem, és nyilván mivel a küldetése ennek a kis építménynek szakrális jellegű is, így egy picit utalásszerűen szakrális építészeti jegyeket is használtam föl. És mik ezek a jegyek? A betlehemi csillag, a nyolcszögű csillag megjelenik több helyen is. Az építménynek, hát tornyaként is mondanám a főbejáratot, mert azt a funkciót is betölti, hogy a legmagasabb pontja, ott egy áttört hatású, világító nyolcszögű betlehemi csillag jelenik meg, illetve a belső térben, ami nyolcszög alaprajzú, már itt is a szögek száma és a csillagnak a sarokpontjai találkozása is egy picit kirajzolja ezt a, azt hiszem, hogy sokak által ismert betlehemi csillag szimbólumot, illetve az építménynek három bejárata van, és a két oldal bejárat fölött pedig világító angyal várja az odalátogatókat. És amikor beérkezünk a fedett kis épületbe, akkor bent mi vár? Az is különleges. Igen, ott szerettem volna egy komplex hatást elérni, egy olyan benne levés, világba csöppenés érzetet, atmoszférikusságot, hogy nem csak külső szemlélői lehetünk ennek az eseménynek, hanem minthogyha ott lennénk. Ennek megidézéséhez hanganyag is hallható, illetve a belső térben látható a betlehemi jelenet a Jézus születésének, és a Jézus születése körülött lévő szereplőknek, amit nyilván a bibliai történetből ismerhetünk, a látványa, ami hát picit színpadszerűen jelenik meg előttünk, egy sziklával támasztott falon egy barlang található, ami mögött pedig csillagos égbolt, ahol a csillagok világítanak is, illetve a szemlélődéshez egy pici segítséget szerettem volna nyújtani azzal, hogy kis padokat is helyeztünk be, amin ülve hanganyag is hallható, ebben pedig nagyon sok helyi produktum is megelevenedik. Polgármester asszony köszöntője, illetve az evangélium felolvasott részlete mellett a Bartók gyermekkórus, a kicsinyek kórusa, görögkatolikus parókus úr Bíró István és családja felvette a hanganyagra Jézus születése történetének gyermekváltozatát, tehát aranyos kis gyermekhangok közvetítik ezt, illetve fölkértem a Magyar Versmondók Egyesületétől Luther Imrét, akinek nagyon sok hasonló témában felolvasott, elmondott verse rendelkezésre áll, de ő ehhez hozzá is járult, illetve Szarka Tamásnak a Madonna című szerzeménye is hallható. Tehát neves emberek is adták ehhez a nevüket. És milyen visszajelzések érkeztek hozzád, hiszen már advent első vasárnapja óta már azért egy jó pár hét is eltelt. Igen, meglepetésemre nagyon, de nagyon sokan járnak oda. Tehát sokszor járok ott el napközben, vagy este is kíváncsi vagyok, hogy mennyire látogatott a Betlehem, és azt kell mondanom, hogy többen, mint amennyire számítottam, hétköznapokon is, illetve épp a múltkor egy Szegedről, illetve Vásárhelyről érkezett látogató is, aki csak ezért, mert a híradásból tudomást szerzett róla, csak ezért utazott át és tekintette meg. Illetve a makuiak azt érzem, hogy nagyon-nagyon magukénak érzik. És hogyha jól tudom, az átadó ünnepségen készítettünk veled interjút, és akkor elmondtad, hogy nagyon közel áll hozzád a Betlehem téma. Miért is? Igen. Legtöbb dolog, ami szerintem bekódolódik, az gyermekkori. Amikor valamilyen ovis esemény kapcsán
készítettünk Betlehemet iskolásukkal, erre is emlékszem, de arra, hogy hol és miért, azt nem. Csak arra emlékszem, hogy ez a titokzatos dolog, ami egy templomszerű építményben jelent meg, és kis ablakon kellett bekukucskálni, ahol a kis félhomályba felfedeztem ezeket az alakokat, és utána megtudtam, hogy itt a téma tulajdonképpen a Jézus születése. Akkor valahogy belém égett ez a dolog, és azóta is nagyon sokszor, akár iskolában gyerekekkel, akár kis kézműves foglalkozásokon, akár a saját gyermekemmel otthon, nagyon sok változatát készítettem el a Betlehemnek. Egy kis ajándék is a makóiaknak, hogy ne csak a Makovec téren tudjanak gyönyörködni benne, hanem otthoni kis makettet is el tudnak készíteni. Hol is tudják ezt elérni, és mit is tudnak otthon készíteni? Segíts ebben nekünk! Igen. Készítettem egy kis makettet, itt látható, és ennek három oldalon, amit ki lehet nyomtatni, azt körbevágva, és vannak ott kis betűjelzések, hogy mi hova illeszthető, azt hiszem, hogy elég könnyen össze lehet állítani. Nem egy az egyben ugyanaz, mint a fölállított nyolcszög alaprajzú Betlehem, hanem annak egy imitálása, de a főbb elemek megjelennek, és hogyha majd belekukucskálnak, akkor a hátlapon látható az a kép, ami elénk tárul, tehát a betlehemi jelenet, és még egy képes lap is készíthető. Igen, igen, tehát ami a háttéren megjelenik, abból egy képes lapot is lehet készíteni, és akár oda ajándékozni, hogy elküldeni a szeretteknek. A TV ebből ihletet kapott, és a gyerekeknek egy felhívást is készítenénk, hogy otthon most a téli szünetben, hogyha kedvük van és kreatívkodnának, akkor betlehemes alkotásokat várunk, természetesen nem ide be a tévébe, hanem lefotózva, de a segítségedet kértük ebbe, hogy mint művésztanárként és képzőművészként segíts nekünk, hogy a gyerekek hogyan tudnak otthon készíteni ilyen betlehemet. Igen, gyakorlatilag bármilyen módon. Tehát amit én most hoztam, az egy példa csak arra, hogy ezt így is lehet. Amit én készítettem, az a legegyszerűbb, és úgy gondolom, hogy mindenki számára elérhető anyagból van, a papírból. Én egy doboznak az oldalát és hátulját használtam föl, hogy legyen egy kis háttér, legyen egy támaszték, amire az istállónak csak egy imitált változatát rajzoltam meg, és a kis bábukat pedig egy kupalakúra összerakható, akár tűzve vagy ragasztva, egy kis hengerformát kell először persze megrajzolni, kiszínezni, és utána nyilván még nagyon sok szereplő hiányzik, lehet gyarapítani, akár olyan elemekkel, mint például az istallóba tettem szénát, aztán a szalmát pedig én most épp faforgáccsal helyettesítettem, de nyilván nagyon sok egyéb anyaggból is lehet, akár sólészgyurmából, ami mint tudjuk, hogyha kiszárad vagy kisütik, akár még festhető is, színezhető is, de lehet természetes kis terméknyekből, makból, tobozból, aztán lehet mindenféle otthon a fiúk alján rejlő kis kincsekből, illetve még hogyha csak gyurmából is formázza meg, nyilván az nem teljesen maradandó, de azért egy fotó erejéig, illetve még tovább is azt gondolom, hogy élményt tud nyújtani. Tehát arra buzdítanék mindenkit, illetve elsősorban a gyerkőcöket, de nyilván a család is besegíthet, hogy ötleteljenek, és az a jó, hogyha minél több mindent föl tudnak ehhez használni. Azért is, mert tényleg azt gondolom, hogy az alkotás lényege az, hogy egy folyamat, és hogy tulajdonképpen mindenből lehet mindent csinálni, csak a fantáziánkat kell hozzá használni. Úgyhogy akár ez is egy nagyon jó fajta készülődés lehet a karácsonyra, és ezeket a fotókat nyilván nagyon jól fog esni, viszont látni majd a televízió képernyőjén keresztül. Így van. Mivel kis Jézus születése az karácsonykor van, akkor legyen az a határidő. Addigra várjuk a Makó TV Facebook oldalán, és a zsűrizésben is a segítségedet kérnénk, és akkor új évkor, vagy januárban majd akkor eredményt is hirdetünk a gyerekek körében. Nagyon szépen köszönjük, hogy ötletet adtál a gyerekeknek, és segítségedet is kérjük majd a zsűrizésben. Eredményhirdetés pedig majd januárban lesz. Köszönjük, hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.